Az iskolám a Honvédban program többek között azzal a céllal indult, hogy a kerületben élő gyerekeket sportolásra ösztönözze. Az igen sikeres program nyomdokain egy ifjú titánokkal teli birkózó csapat verbúválódott össze a BHS-nél. Őket látogattuk meg egy edzésükön. Iskolám a Honvéd program igazából már 2 éve ezelőtt is volt nálunk a birkózó teremben, de különösen ki szeretném emelni, hogy tavaly novemberben az első ciklus, mikor elkezdődött és január végéig tartott. Január közepén már tudtunk egy csoportot indítani, amit látunk is most, egy kezdő csoportot. A gyerekek nagyon szeretik amúgy, nagyon lelkesek, ahogy látjuk, hogy 10 és 15 gyerek közt mindig annyi gyereket találunk a teremben. Az egész edzés igazából arról szól, hogy a gyerekek bejönnek a teremben, már rögtön jó hangulat van a teremben, és hogy elkezdünk játszani, ez az első mindig, utána egy kicsit foglalkozunk, alap dolgokat megcsináljuk, amit most látunk is, hogy bukfenc, hátramackó, minden ilyen stb. Gyakorlatokat. Utána azért egy kicsit gimnasztikázunk, ami a speciális bemelegítése a birkozásnak, ami nagyon fontos, hogy a gyerekek most tanulják meg őket. Utána a végén mindig a vége fele inkább birkozgatunk, a végén meg játék, az ugyanúgy zárjuk le az edzést. Az egyik fiatal titánt is megkérdeztük, hogy mit szeret ebben a sportban. Hát azért szeretek itt birkózni, mert amikor kicsi voltam, akkor mindig is meg akartam tanulni harcolni. Amikor 4 éves vagy 5 éves voltam, akkor mindig arról gondolkoztam, hogy bárcsak lennék egy katonaságban, vagy tudnék harcolni, és ezért jöttem ide. Hetente egyszer járok, és azt szeretem az edzésekben, amikor így kevesen vagyunk, és amikor ott birkózunk, azt is nagyon szeretem, mert akkor majdnem mindig én nyerek, meg szeretem, amikor bemelegítézünk. Szeretem a pókjárást is, a rákot, a fókajárást is. Meg szeretem, amikor az elején úgy játszunk. Meg szeretem még azt is, amikor a végén ott szoktunk birkózni. Azt is nagyon szeretem.